Kihívások, győzelmek és kudarcok. Az olimpia, ahogy még sosem láttuk azelőtt. A Turner Pictures és a Mirax bemutatja az olimpiai játékok 100 éves dicsőségét. Csodálatos és igaz történetek sorozata mutatja be a modern olimpiai játékokat. Az olimpiai játékok 100 éves dicsősége az olimpiák történetének leghíresebb győzelmeit és legemlékezetesebb pillanatait állítja középpontba.
legendás sportolók győzelmeit. Jesse Owens-t, aki az 1936-os berlini olimpián 4 aranyérmet nyert. Olga Korbutot és még sok rendkívüli sportolót. Most először láthatjuk a mindent leküzdő elkötelezettséget és lelkesedést a véget nem érő küzdelemben, ahol a legjobbakkal kell felvenni a versenyt. Az olimpiai játékok 100 éves dicsőség. Helyes kisfiú lesz belőled? Az én kisfiam. Nos, engedelmes kisfiú leszel? Hm? Ez mi volt? Halló! Halló! Hol vagytok? Psst! Vele Isten azt a két gazembert! Csak az aranyaidat akarják! Fuss el gyorsan, ahogy csak bírsz! Gyerünk már, Pinocchio! De miért fussak? Nem csináltam semmit! Semmi. Júri! Ugor, Pinocchio! A kis hableány. Ez a legcsodálatosabb nap, amire csak emlékszem. Mozogj már, te lustaság! Jövök, Márti, jövök! Előre tudom, hogy ez lesz a vége. Soha nem mondom el neki. Soha, ebben biztos vagyok. Már alig várom, hogy a kastélyban legyünk. Herceg, merre vagy? Segíts, kérlek! Kapaszkodj erősen belé! A sodrás itt nagyon erős. Elviszlek egy közeli szigetre. Hol a vin? Ó, ezt nevezem én villámgyors feleletnek. Bár az a fura érzésem van, hogy nem pontosan ezt a választ kerestem. Na, áu! Mit csinálsz? Elég volt! Jaj! Parancsolj velem, uram! Tessék! Azt mondtam, hogy mondjam más nyelven? Nem, megértettem, amit mondtál. A kérdés csak az, hogy ki mondta? Hát én vagyok az, uram! A lámpa rabszolgája. Na, erre kíváncsi vagyok. Thank you.
És miután az Isten megteremtette a világot, neki látott, hogy bőkezően szétosztogassa az okosságot, a bölcsességet és a mutaságot. Áron és a csodák könyve. Aca az erdőse. Az erdő csendjét vadorzók verik fel. Ismét veszélybe kerülnek az állatok. Ezeket az állatokat nem érheti bántódás. Élve van szükségem rájuk. Veszélyben van az erdő. De a tavasz jön, már madár. Csak egy valaki segíthet, hogy megmentse őket a rájuk leselkedő veszélytől. Kérlek, vadak, segítened kell. Meg kell mentenem a barátaimat. Gyerünk, sólyom, indulás! Ezek az emberek szörnyen gonoszak, ezek vadorzók. Vacak, a hetedik testvér kalandjai folytatódnak a legújabb magyar rajzfilmben Dargai Attila keze nyomán. Erősek és bátrak vagyunk. Vacak bebizonyította, kiszabadítjuk Bagoly doktort. Vacak az erdőhőse. Tessék, kislányom. Szomjas vagyok, kérek inni. Most már aludj, édes. Nem bírok aludni. Tessék, igyál. Mamikám, mesélsz nekem? Mit meséljek? Tudod mit? Azt, hogy hogy került a vacak a nagyapóhoz. De hiszen már százszor meséltem, és te is ott voltál. Igazán, csak még most az egyszer. Utána aludni fogok. Na jó, üssek ő. Az egész egy nagyváros ország útján kezdődött. Húsvéti szabadságra indult sok család. A kis Vacak nevű kutyus is. Legalábbis azt hitte. Biztosan értem, jön majd.
kapu előtt. Kiderítjük, miféle szervezet ez a szörny. Ne olyan hangosan, okoska, mert felébreszted. Hát, ha nem is szörny. Nem állt az óvatosság. Nem látszik nyuszinak. Megint fején találtad a szöget. Ne hangoskodjatok, mert felébred. Hát, aztán én nem félek tőle. Ugyan, a szörnyek sokkal, de sokkal nagyobbak. Lehet, hogy ez csak az egyik fele. És ha többen vannak? És ha ránk ugranak? Most mit csinál? Morog. Nem morog, hortyog. Az a legrosszabb. Először hortyog, aztán... Tarsli, te is félsz? Én? Na, ide süssetek, ti kajlafülőek. Tarsli bátya sohasem fél. Utánam! Kitátja a száját, fel akar balni minket, Usti! De Usti! Nézzétek csak, nem lehetséges, hogy mégis nyuszi? Nem tudom. Butaság, Máli! Ahhoz, hogy nyúl legyen a füle túl lelógó, a farka túl hosszú. Én nem akarom, hogy felfaljon minket. Én sem. Gyerünk, menjünk már valahová. Te félsz. Dehogy. Magányos szegényke. Nem érdekel. Milyen ázott a bundája. Hát, ha valami baj érte. Hát aztán, nem vagyok rá kíváncsi. Jól van. Gyáva banda. Majd én megnézem. Megmondd a kapunak. Karolj a maradi! Kinyithatjuk már a szemünket? Hát te, de pici vagy. Mindig ilyen pici vagy. Picik vagyunk, de magán is vagy pillanat. Kik vagytok? Hát mi olyan kis tudok? Itt lakunk az erdőben, ez az otthonunk. Na és te ki vagy? Én kutya vagyok. Kutya? Az embernek jobb barátja. Jó ember! Segítség, híves! Látjátok, igazam volt, előre megmondtam. Pedig olyan szép szeme van. Szép, ugyan már, ronda. Hozzánk jöttél? Nem. Várok. Mi a csodára vársz? Hát a gazdira. Gazdinak hívják a papádat? Nem, a gazdi az ember. Ember! Jaj! Dehogy! A gazdi jó! Majd meglátjátok! Mindjárt jön! Remélem. Akkor csak várd azt a gazdit, te jó kutyus! Ha, butaság! Egyáltalán nem butaság! Akár ezt a konzervdobozt, úgy ott hagyták szegény szerencsétlent! De én nem vagyok konzervdoboz. Éhes a hasa! Nekem is! Nekem is! Irány a répa! Irány! Urá, gyerünk! Vigyázz magadra, szörny! Vacak? Vacaknak hívnak. Akkor vigyázz magadra, kis vacak. Itt vagyok, pamacsok! Gyere velünk, úgy szeretnék. Reggelizhetsz. Velünk jöhetsz. Na, a nyuszi kutya leszel. Micsoda leszel? Nyuszi kutya. Nyuszi kutya. Nyuszi kutya. Üreget fúrhatsz. Kergetőzhetsz. Bujócskázhatsz. Sokat tehetsz. Jó sokat félhetsz. Maradj már, Máli. És mindig velünk lehetsz. Hát, én nem is tudom.
Éhes vagy? Igen, nagyon. Akkor gyere, mire vársz? Figyelj, Vacak, ide bármikor visszajöhetsz. Igazán csodarendes pamacsok vagytok. Nyúzi kutya, nyúzi kutya. Hajrá, Vacak! Gyerünk! Ugorj, mint a nyúl! Hajrá! Gyerünk, Vacak! Szia, Vacak! Sziasztok! Ti kik vagytok? No, te, Vacak! Nem tudod, hogy kik vagyunk? Egy répáért elárulom. Ne törd a buksid! Mi üregi nyulak vagyunk. Hallgass csak! De fülei jól, Vacak! Egy, két, há! Meranyusz, 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 szia! Nagyon jó benne pancsikolni.
egyik gyerekítettem! A jó nyuszi nem pancsol soha! Soha! Értsd meg, soha! A jó nyuszi nem pancsol. Nem pancsol. Nem pancsol soha. Hát élsz, te szép szemű. Jaj, milyen vizes szegény. Jaj, rám csöppent, végem van. Pufi, ne játsz az eszed. Pufi, gyere már. Gyerekek, nézzétek mekkora népa! Az enyém, az enyém! Bocsánat! Megint rosszul csináltam. Ezeknek tényleg semmi se jó. A nyílt mezőn. Bizony. Gyere vissza. Azonnal gyere vissza, te kuka. Mit csináltam rosszul? Minden. Óvatos. Ne merítsd el oda. Tudd meg, hogy jó Nyuszi nem fut ki csak úgy a rétre. Ott veszély leselkedik ránk, világos? Mi az a veszély? Hallottátok? Hallány gőze sincs a veszélyről. A veszélynek sok arca van. Aha! Megsebesített. Sőt, akár meg is ölhet. Botrány! Veszélyben az erdő! Veszélyben az erdő! Kész őrület! Veszélyben az erdő! Hallotta már, mi történt? Nem hallottam, de ahogy magát ismerem, mindjárt el fogja mondani. Rettenetes! Borzasztó, iszonyatos, kész őrület, elképesztő! Ilyen még nem volt, egészen hallatlan, példátlan, döbbenetes! Nem találok szavakat! Nem értem, beszéljen világosabban! Mindig mondtam, hogy ez gyanús népség, tisztességes állat nem él a föld alatt. Ugye érti? Nem, sajnálom, de nem értek egy szót sem. Ilyen nehéz a felfogása. Nyissa ki a fülét. Na, a nyúl családnál lakik egy kutya, egy szörnyeteg, egy valóságos rém. Rettenetes katasztrófa. Egyáltalán honnét tudja? A héja mesélte, megtámadta reggelizés közben. Az öregi nyúl. Jaj, dehogy is, a kutya. Őt akarta reggelire? Dehogy is, az öregi nyulat. Már értem, a kutya meg akarta reggelizni az öregi nyulat. Jaj, nekem, hát figyeljen már ide. Ma reggel, amikor a nyulak a héjához repültek, most jut eszembe, fontos elintézni valomban, rohannom kell. Tavarodjék ki! Mit keresett itt ez a pletyka fészek? Tántójást akart lopni? Dehogy! Csak össze-vissza fecseget, hogy az öregi nyulak megettek egy kutyát, vagy ilyesmi. Botrány! Botrány! Botrány az erdőben! Jaj, szegénykém! Hamarosan fölfalnak téged! Mama! Hallotta már? Amikor az üregi nyulak reggeliztek, jött a héja. Segítség! A héja meg akar enni! Hé, ne rohanjon! Nincs itt semmiféle héja! Akkor meg minek ijeszteget? A frászt hozza rám! Hallotta már, hogy a nyulak befogadtak egy rettenetes kutyát? Nem macskát fogadtak be? Nem, kutyát! Akkor nincs baj, a kutya nem esz meg. Hogy ne lenne baj? Közöttünk ilyen egy kutya, képzelje csak el! Tényleg szokatlan, de a nyulak barátja az én barátom is. Na majd egyszer megmutatom a gyerekeknek, ne izguljon, minden jót, viszontlátásra! Korlátolt népség! Mit nevet, amikor azt se tudom... Kedves szarka, hallottál a legújabb hír? Na, mondja, mondja! Egy kutya tanyázik az erdőben, az öregi nyulak fogadták be. Hallottam, igen, hallottam, jaj, de vicces! Buta tüskés!
Játszatok szépen, gyerekek, és vigyázzatok egymásra! Igen, mamma, vigyázzunk magunkra! Hét? Nyolc? Most már minden pillanatban itt lehet! Szervusztok! De nyilvánvalóan csak képzelő. Ez jellemző a szarkára. Jogosan feltételezem, hogy ez a kutya még rengeteg bosszúságot okoz nekünk. Ki az? Először repülni akarnak, most meg úszni. Teljesen őrültek. Bizony közelek az ősz. Sőt, már itt is van. Na nézd, csak az üregi kutya! Látod, látod, igazam lett? Nem vagy közénk való? Elfogott a mélabú! Bagoly doktorhoz kell fordulva! Én panaszt teszek a csőröm miatt. Ugyan van az és a nyomokot tegyék. A kutya? Megyek már, gyerekek, csöndet kérek. Csöndet! Csöndet! Bocsánat, bocsánat a késésért, de holt felkelt előtt egyszerűen hasznavehetetlen vagyok. A napirend első pontja, árulj el valaki nekem, hogy miről van szó. Nem tudom pontosan. A lényeg az, hogy a nyulak ne avatkozzanak a gyermekeim nevelésébe. Hogy, hiszen a nyulak a légynek se ártanak. Nekem igenis ártottak, mindez azért van, mert náluk lakik az a kutya. Igen. Az a szőrmók állatka, nagyon virgonc az az állat. Sajnos, nekem például megharapta az orromat. Az orrát? Hát a lábát és a farkát kiharapta meg. A harapós nyulak. A kis nyuszikák üldözték a rókát. Bizony, nézze, hogy mit műveltek velem itt, felháborító. Sajnálom, nem látok semmit. Hát vakkelmed, nem látja a begörvített csőrömet, csőrtörésem van. Ez inkább egy, hogy is mondjam, születési hiba. Születési hiba! Ha szabad nekem is megjegyeznem valamit, már a héja uraság születése is óriási hibára fecsegésből. Először repülő esernyővé változtatnak engem ezek a perna hajderek. Aztán leveleket kell köbdösnöm, végül a sárban érek földet. Most pedig születési hibáról locsognak nekem. A kutya a hibás. És ha ebben az erdőben ezen túl nem lehet nyugodtan és biztonságosan egereket és nyulakat üldözni, akkor csak egy megoldás van. A kutyának távoznia kell. Mik ezek a szörnyű hangok? Ne veszítsétek el a fejeteket. Az orvadászokkal már amúgy is meggyűlt a bajunk, én csak egyet mondhatok. Vagy ez a szőrös csahos távozik innen, vagy én. Jaj, én
is elmegyek, mihelyst kiegyenesedik a cső. Arra ugyan még sokáig várhatunk, amilyen görbe. Mit mondtál? Én semmit az égvilágon, csak szóval nem tudom, hogy hányadán vagyok. Élelmes fickó létemre, na mindegy, én most mennék, ha nincs ellene kifogása, csak hogy a lába beleakadt a nyakamba. Szóval a lábam se tetszik, te szemtelen kis madár. Ellenkezőleg imádom a lábát. Akkor mondd meg, hogy hol vannak a nyulak. No. A rézangyalán, sehol egy állat távol és közel. Ez a te hibád? Jaj, ne légy igazságtalan, hisz tudod, hogy náthás szegény. Mutasd meg, Hannibal, hogy mit tanultál a gazditól. Na, szaglász szépen, szivadoló orrocskáddal, szaglász. Keres, Hannibal, keres, mit mondtam? Na, most nyomra bukkant a derék vérebecske. Sajnálom, de szem előtt tévesztettem a reggeliét. Eltűntek azok az állatok. Akkor erőltesd meg azt a parányi agyadat, különben te leszel a reggeli. Igen, csak megterhelném a begyét, kedves uram. Mi ez? Rémes ez a vonyítás. Ki meri ilyen tiszteletlenül megzavarni a gyűlésünket? Megtiltok minden rendbontást? Teljesen nyilvánvaló, hogy azok az átkozott nyuszi kutyák ugatnak. Az én gyerekeimre is káros befolyást gyakorolhatnak még, ezzel nem intézkednünk kell! De mennyire, hogy intézkedünk! Köszönöm a hasznos jó tanácsot! Segítség! Háj, mit csinál? Könyörgök, ne! Én csak miatta! Tudom, hogy fényes nappal van, és ilyenkor nem szeretik, ha zavarják, de vocak beteg, és csak maga segít. Jaj, hova tetszik igyekezni? Hova? Jaj, csak el ne tessék újra aludni. Vocak veszélyben van, professzor úr. Professzor úr! Professzor? Veszélyben van valaki, akkor veszélyes fényes nappal fönnvegy a helyet, hogy mindenki békésen aludna. Akármit csinálok, rosszul csinálom. Jaj, bagoly, doktor uram! Jaj, Istenem, a doktor meghalt, és én vagyok a hibás! Én egy csőtömeg vagyok! Halott horkol? Aki horkol, az él! Ébredjen fel, doktor! Szükség van magára! Ivelem, miről van szó? Vacak nagyon beteg! Értem. Sötétíts be egy kicsit, különben mindjárt elalszom. Mivé lenne ez az erdő az ő okos, minden tudó szarkája nélkül? Jaj, papa, hiába követünk el érte mindent. Mi baja lehet? Bár tudnám. De bagoly, doktor, majd kideríti. Se nem eszik, se nem iszik. Ha meleg a füle, akkor jól van. Ő kutya. Akkor van jól, ha hideg és nedves az orra. Botorság fényes nappal sét a fikáról. Tovább, professzor úr, mindjárt odaérünk. Mindjárt odaérünk. Nyomban el tudnék aludni újra. Hamar, professzor uram, mert mindjárt napszúrást kapok. Megjöttek! Siessen, doktor úr! Igazán nem értem, hogy bagoly, doktor. Sem. Miért ért ilyen lassan ide? Mert a szarka össze-vissza pletykálkodott, nyuszikám. Doktorkám, ott van mi a nyúl család, csak hogy ide értünk. Ma rettentően kimerített az út. Jaj, még engem. Itt van a kis betegünk. Nem csoda, hogy rosszul érzi magát, hisz oda a feje egyszerűen eltűnt. Ez képtelenség! Ébredjen föl! Nézze meg a másik oldalon, professzor úr! Jaj, természetesen. Néni, kinyitja a szemét, él! Hála Istennek, él! Oh,
csináljunk? Bölcs bagoly, hogy segíthetünk rajta? Nos, ha valóban szeretitek, akkor van megoldás, és ez nem lehet más, mint az ember. Ott majd erőnek. De hiszen az ember veszélyes, ezt mindenki tudja. Nem minden ember vadorzó, vannak köztük rendesek is, bizony van egy... Van egy ház az erdő szélen, ott lakik egy öreg ember a leány unokájával, aki már régóta vágyik egy kutyára. Mire vártok még? Vigyük el oda őt! Hát, micsoda nap! Mi az? Semmi. Akkor ne bámulj így rám, mert lidészeseket álmodok tőled. Barom fia, de szép nap ez a mai. Az imént még csődöt mondtam, most meg minden álmom teljesül. Gyerekek, ne beszéljetek túl sokat. Apa, anya, megjöttünk! De nagy kő esett le a szívünkről. Hol voltatok? Úgy aggódtunk. Tudjátok, mennyire széleselkedik rátok az erdőben? Ezt meg ne tegyétek még egyszer. A héja is itt van valahol a környéken. Tudjuk, fel akarta falni Taslit. De nincs semmi baj, megmenekült. Tasli, kicsi fiam, mutasd magad. Ki mentett meg? Kicsoda ő? Ismerem? Egy igazi hős. Akkor köszönjük meg neki. Hol van a réten? Nem, a közelben. Veszélyt szimatolok. Mi ez? Nincs nyúl szaga. Pedig nyúlnak látszik. Nézd, hogy ül. Egészen úgy, mint egy nyuszi. Jól megtermett. Talán óriás nyúl lesz. Hiszen ez egy kutya. De nem bánt senkit. Megmentette Tasli életét, a barátunk. És vacaknak hívják. Velünk maradhat. Kérünk titeket. Elvégre megmentette Tasli életét. Na és hogy hívnak? Vacaknak hívják. Értem. És hol vannak a szüleid? Ő árva. Árva. Hát kedves... kedves vacak, amit értünk tettél, úgy gondolom, és ha anyátok is úgy gondolja, és ha neked is megfelel, akkor családunkba fogadunk. Közénk tartozol, vacak? Ilyen a papa! Nagyon különbözik tőlünk. Gondolod, hogy sikerül? Biztosan nem lesz könnyű. Gyere hamar! Mi az, Nyuszika? Mi az, Nyuszikám? Aha! Lámcsa! Lett még egy fiú. Na gyertek csak ide! Puty, 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 puty. Falat szalad a puskám elé. Jaj, vigyáltam, jaj, most megvagy! Gyönge nyuszi hús, zabálni valóan édes vagy gyönyörűségem. Segítség.
Mata! Vigyázzon, rókamester, mert a nyúlgyerekek mostanában egy kutyától vesznek leckét. Morogj! Ne légy gyáva, nyúl! Támadjunk neki hangos morgással, úgy, ahogy vacaktól tanultuk. Na, hát ez nem létezik. Ez csak színjáték, tanítsa őket Móresre! Ez egy közveszélyes banda! Mi? Meghiszem azt! Ezúttal nem járt túl az eszünkön a ravaszdi! Megszöppel egy félünk! Ha, itt egy örökség van! Hallotta már? Amikor az üregi nyulak reggeliztek, jött a héja! Segítség! A héja meg akar enni! Hé-hé-há! Ne rohanjon! Nincs itt semmiféle héja! Akkor meg minek ijeszteget? A frászt hozza rám! Hallotta már, hogy a nyulak befogadtak egy rettenetes kutyát? Nem macskát fogadtak be? Nem, kutyát! Akkor nincs baj, a kutya nem esz meg! Hogy ne lenne baj? Közöttünk ilyen egy kutya, képzelje csak el! Tényleg szokatlan, de a nyulak barátja az én barátom is. Na majd egyszer megmutatom a gyerekeknek, ne izguljon, minden jót! Viszontlátásra! Micsak. Nyuszi fejek nőnek a réten. Jaj! Usi! Jaj! Jaj! Ölj meg fák is nőnek. Na jó, rendben van, elmondom még egyszer. Megköszönöm. A minap a nyúlgyerekek találtak egy csaholó szőrmókot az erdőnyben, és hazavitték. Miféle állatot? Hogy hívják? Ez a történet szempontjából közömbös. Mindazonáltal a csaholónak Vakkancsa neve, és a kölyök állatot hazavitték, hogy nyúlnak képezzék ki. De miért? Miért nem adják úgy, ahogy van? Mert nincsenek tisztában ennek az állatnak a nagyszerűségével. Értem. És hogy folytatódott a történet? Egyszer aztán erre repült egy, hogy is hívják, és alakott valni egy nyuszikát. De akkor jött az izéjába, mi is a neve? Várjunk csak. Vacak. Egyszerűen Vacak. Aha, megvan. Vakkancs volt a neve. Káprázatos memóriámmal nem felejtek el semmit. Egy szóval a csaholó izé, hogy a kis szörmóm, akiről egész eddig Wow! Mit hallok? Ugatást. Vacak! Nagyapa, gyere hamar! Kint van egy aranyos kiskutya. De édes vagy, hadd vegyenek az ölembe. Na de ilyet! Hogy te milyen kedves vagy! Maradj itt nála! Mindig gondodat viselném, ígérem. Biztosan éhes vagy. Tessék, kicsike, láss hozzá! Mégse hiába készítettem kutyaólat. Ízlik, mi? Iszonyú éhes lehetél. Alaposan kitakarítottad a tálat. Mi van? Láttok valamit? Jó dolga lesz itt. Enni kapott. Szóval igaza volt Bagoly doktornak. Hadlám! Mi az? Hová akarsz menni, kutyus? Nem engem, maradj itt! Nem akarlak elveszíteni. Úgy örülök, hogy itt vagy. Mindig ilyen kis kutyára vágytam. Enged? Na jó. Na látod, nem szökik el. Jól érzi magát, mi nálunk. Igen. La 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 la
Hagyjátok abba a zimagodást! Na, hát mi a baj? Hm? Miért teszi bosszant? Azt mondta, úgy nézek ki, mint egy nyuszi kutya. Miért olyan rossz ez? Ezért miért kell veszekednetek? Sini szerint a nyuszi kutya buta. Igazad van, ilyet nem szabad mondani. Azon kívül nem is igaz. Jegyezzétek meg, hogy senkit ne ítéljünk meg a külseje alapján. Hát, ha mégis rendes fickó ez. Meg hát örüljük neki, hogy új állat került az erdőnkbe. Várjatok, mert nagyon nehéz ez a vacak. Tovább testvérkéim, a fáradtság nem lehet kifogás. Vigyel a kánya, a csőröm teljesen begörbült emiatt a szemét nyúlbanda miatt. Na várjatok, lesz nem ulasz. Kellemes a pocsolya, mi? Nézzük akkor az erdei rangadót, és azt, hogy ki talál majd leghamarabb a kosárba. Remekül megjáratják a labdát, és esés közben egy csodálatos tempó, és már is a mag benn van a kosárba, de ezzel nincs vége a dolgoknak, hiszen nem lankad a tempó, és egymás után jönnek a pontosabbnál pontosabb, szinte milliméter pontosságú dobások, mintha szeme lenne minden egyes kísérletnek. Úgy hullanak be a magok a fa odvába, azaz a kosárba. Haj, de izgalmas volt! Figyelj csak! Kezdjed! Nem te, Pufi! Hoho, teli találat! Így nem szórakoztat a játék! Dobjál egyet nekem is! Hadd játszam én is veletek! Szó se lehet róla, Pufi, te mindig minden fölfalsz! Az egész a te hibád, Elek. De én nem tehetek róla, Hugo. A Hannibal volt az, aki maga után rá... Hannibal, Hannibal! Már nem is bírom hallani ezt a nevet. Haszontalan, semmire kellők vagytok. Semmire kellők? Engem is semmire kellőnek nevezett? Jaj! Vataknak nevezem el. És valóban ezt a nevet adtad neki. Kislányom, elaludt.